Hello, Üdvözletem mindenkinek! Én a Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsótány YouTube csatorna. És a csajnos megint egy olyan témával ö, kellett jönnöm nektek, vagyis egy olyan, olyan dologról kell beszélnem, ami nagyon súlyosan és nagyon radikálisan érinti a, a mi életünket. De nem csak a mi életünket egyébként Patrikkal, hanem nagyon-nagyon sok mindenki életét. Egyébként elképzelhető, hogy többek közt a te életedet is. Hamarosan megtudod, hogy, 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 hogy miről beszélek. Ugyanis, hát még nem jubilálunk, de közel járunk hozzá. Ö, a kilencedik alaptörvénymódosításon vagyunk túl tulajdonképpen, és hát nyilván jönnek, jönnek, mennek azok a bizonyos kis módosítgatások. Tulajdonképpen mi az, ami, mi az, ami történik most? Orbán Viktor értelemszerűen kapkodott. kapkod. Gondolom átnézett a tengerentúra Orbán Viktor, látta, hogy Trump elesett, lehet, hogy összekötötte, hogy mondjuk ehhez van köze a Covid-hoz való hozzáállásának a bácsinak, és hát ő, számot vetett, összehívta a, a, a kis perepúgyat, és mondta, hogy hát figyelj, srácok, tulajdonképpen ö, amit mi csinálunk, hát hogy mondjam, ö, nem biztos, hogy meg fogják írni a történelem könyvek. Úgyhogy, ö, vagy igen, de nem úgy, ahogy mi szeretnénk. És olyan szinten elkezdett ö, ö, kapkodni a pali, hogy hogy hozott egy, egy, egy rendeletet egy napon, és rá három napról hozott egy teljesen másik rendeletet, Nyilván ezt látjuk az osztrákoktól, tehát hogy, hogy, én ezt értem, csak hogy közben meg... Egyik, egy oldalról azt látom, hogy nagyon kapkod a bácsi, nagyon-nagyon szeretné, hogyha majd a szavazóinak azt tudná mondani, hogy mi megállítottuk a vírust. Egyébként egy csodálatos M1 interjúban, ahol a riporter olyan alázattal teszi fel azokat a kérdéseket, amit leírtak neki, amire tökéletes választ tud adni hűnszeretett miniszterelnökünk. Ö, ott, ott is elmondja, hogy hát kb. 50% esély van annak, hogy összeomlik az egészségügyi rendszer. Nem, azt mondják az orvosok, hogy erre 80% esély van. Tehát, nyilván, nyilvánvalóan szar van a haza, nyilvánvalóan rekordszámú fertőzött van, több mint 6000, nem tudom hány száz fertőzöttet találtak állítólag a mai napon is, vagy a tegnapi napon. Úgyhogy, úgyhogy nyilván kapkodunk, és azért annyira mondjuk nem sürgős, meg annyira mondjuk nem prioritás a vírus, hogy mondjuk így a az alaptörvény módosításba azért be tudjon csúsztatni egy olyan rendeletet, hűnszeretett kormányunk, hogy, hogy, az örökbefogadást most ugye az egy más, egy hónap, több mint egy hónap ezelőtt készítettem egy ahol nagyon le voltam törve, és, mert hogy, mert hogy tudtuk, hogy lesz egy törvényjavaslat, ami, ami ő, tulajdonképpen megpróbálja ellehetetleníteni az egynemű pároknak a, az örökbefogadását. Igen, az is bejött, de ott még egyébként lehetőséget adtak arra, hogy, hogy oké, okay, elsősorban a házastársak országosan volt egy ennyi, látjátok, egy ennyi, ennyi remény arra, hogy mi örökbe fogadhatunk a Patrikkal, illetve nagyon sok barátunk, ismerősünk, nagyon sok, nagyon sok ember, illetve egyedülállók mondjuk. Aztán, aztán most, most jön egy törvénymódosítás, amit hogyha elfogadnak, mert pedig azért van jobb, hogy erre van esély, akkor az fog történni, hogy teljesen. Tehát feláldozzák az egyedülállókat, feláldoznak mindenkit. Novák Katalin személyesen fog dönteni arról, hogy örökbe fogadhatnak-e egyedülálló emberek gyereket. Ez azt jelenti, hogy nem egy szakértő, nem egy pedagógus, hanem egy politikus fogja eldönteni, hogy adott esetben a gyereknek mi a jó. Nyilván ezt így kimondani nem lehet, de hát egyértelműen ö, itt, itt ugye az a, az a lényeg, hiszen hiszen beletettük ugye most már az alaptörvényben, meg van fogalmazva, hogy az anya a nő, az apa a férfi. Ha ezt eddig nem tudtad volna. A kutya az kutya, az ebédlőasztal az egy ebédlőasztal, a lámpa az lámpa, a flaneling meg egy flaneling. Hát ilyen fontos és, és számunkra eddig ismeretlen dolgokat azt rögzíteni kell, azt gondolom, igen, a, a, az alaptörvényben. Nyilván semmi másra nem megy ki a játék, 2020-ra csináljunk a melegekből migránsokat, próbáljuk meg őket így mumusnak beállítani, és, és, és konkrétan... konkrétan így védjük meg a családokat. Tehát, hogy ugye most már a, a migráns téma az lefutott, tehát azért azzal két kört meg lehetett nyerni, de hogy, de hogy, de hogy most, már, most már kellenek, kellenek új mumusok, és ezek lesznek a melegek, a buzeránsok, akik fertőznek, hogy ne gyere a közelembe, mert éces vagy, tudod. Tehát hogy biztos, hogy, biztos hogy, hogy, hogy erre igen ám, ezeket mondjuk egy adott kor felett és egy adott szellemi szint alatt meg lehet ugrani. Viszont a fiatalokat ezzel már nem fogják elérni, mert ugye akinek az internet a kezébe van, az pontosan tudja, hogy amit, amit jelenleg a kormány csinál a, a, a melegekkel, és itt félértés, ne tehát itt nem arról van szó. Én azt gondolom, hogy a mi helyzetünk ebben az országban egészen normális, realizálódott, nem vernek meg az utcán, nem köpnek le az utcán. Jó, mondjuk én lehet, hogy nem is járok olyan helyekre, de hogy de hogy azt merem mondani, hogy egyébként a melegek helyzete ő, realizálódni látszód, látszódott az országban, és nyilván, hát látta ezt a kormány is, és, és talán nem tudom, mi, mi, vagyunk, mi, vagyunk, a legalkalmasabbak erre, mi, mi vagyunk a legjobb támadási felület, a, mi, mi adjuk a legjobb támadási felületet, mert ugye a buzi, mint szitokszó az, 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 már így beépült a magyar nyelvbe, és, és, és valahogy, valahogy, ezt a ezt a kormány megneszelte, nyilván ugye hát felméréseket készített, közvéleményt kutatót és látta, hogy most ez tulajdonképpen az egyik, egyik legkönnyebben támadható csoport, és hát mi az, amivel össze lehet minket mosni? Mert nyilván, nyilván ugye, ö, tehát hogy akinek van agya, az, az látja, hogy a, hogy a legtöbb, legtöbb ilyen városi legenda, amit ami a melegekről szól, az azért már megcáfolódott. Viszont a kormány nyilván valahogy a burkoltan a pedofiliát ránk akarja húzni. Nagyon sokszor elmondtam már, de elmondom most is, hogy olyan szinten határod, határodunk el, a melegek olyan szinten határodnak el a pedofiliától, hogy a, amilyen szinten sok heteroszexuális nem. Tehát mi sokkal drasztikusabb és radikálisabb ítéletet hoznánk sok esetben, mint, mint keresztény heteroszexuális társaink. Tehát, hogy... nem mindegy, de mégis, mégis sikerült összehozni. Nem tudom elképzelni, hogy Dórikának a darálása az nem volt a terv része, pedig én nem szeretem az összeesküvés elméleteket, de baszki, tehát hogy így, így, így kiállt, tehát így, hogy most már elmondta, hogy ezért kellett darálni, ezért volt értelme darálni. Hát figyelj! Nem tudom, hogy volt-e értelme. Na mindegy. Gyorsan elmondom nektek egyébként, hogy, hogy a családos család néven el fog indulni egy kezdeményezés, egy kampány, ami nem feltétlenül arra hivatott, hogy hogy most mindenkinek megpróbálja lenyomni a torkán, hogy igenis pár pedig a melegek fogadhassanak örökbe hanem hogy értsük meg, hogy a család ez tényleg család. Van, aki a testvérével él, van, aki az unoka testvérével, mert, mit tudom én, ö, meghaltak a szülei, és ő neveli, van, aki a kutyáját tekinti a családjának, van, aki a macskáját, de van, aki a tengeri malacát, van, aki az édesanyját, van, aki az édesapját, van, aki a szomszédját, van, aki a legjobb barátját. És, és ne politikusok mondják meg, hogy mi az a család. És ehhez a kampányhoz, hogy ez mindenkihez eljusson, és ne érjen célt az a gyűlöletkeltés, amit jelenleg most a kormány, a melegek, és, és tulajdonképpen minden olyan ember ö, ellen, aki, aki veszélyt jelenthetnek az ő kormányzásukra, ö, hogy, hogy tulajdonképpen amit ellenünk próbálnak fordítani. És ehhez a kampányhoz segítség kell. Úgyhogy megint tarhálok, megint kunyarálok, ne haragudjatok, de de természetesen rátok van bízva a döntés. Fut egyébként egy kampány, ugye a, a, a hajléktalanoknak való ételosztás folyamatosan. Ami egyébként nagyon sikeres, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien, ennyien mellénk álltatok. Majd erről lesznek infók. De hogy most egy másik kampány, amit szintén megtaláltak a leírásba, hogy minél több emberhez eljusson az, hogy, hogy hogy a család az család, és nem a politikusok döntik el, hogy a család mit jelent, hanem a szeretet és az emberek maguk döntik el. És nyilván itt, tehát itt normális határokon belül gondolkodunk. Szeretnénk minél több emberhez eljutni, és szeretnénk, hogyha támogatnátok minket, hogyha támogatnátok ezt a kampányt. Úgyhogy minden információt én PayPal adatot lent megtaláltok a leírásban és kérlek titeket, hogy, 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 bátran használjátok a, a családos család hashtaget, hogyha esetleg az általatok gondolt családotokat megosztjátok a közösségi médiában, hogy minél több emberhez eljusson, hogy bizonyos családok lehetnek nagyon sokszínűek. Na de vissza akkor a törvény Tehát az a lényeg, hogy, hogy ugye nem egy pedagógus, nem egy, nem egy szakértő, hanem maga Novák Katika Katalin fogja eldönteni, hogy, hogy én fogadhatok erőkbe. Nyilván most ez a melegekre van egy kicsit kiélezve, de ettől függetlenül az egyedülállóknak is engedélyt kell kérni. Tehát, hogy törvénybe akarják azt hozni, hogy csak házastársak fogadhatnak örökbe. Egyedülálló is örökbe fogadhat abban az esetben, hogyha miniszteri hozzájárulásban részesül, és, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy eddig, 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 nem tehát eddig próbálták legalább titkolni, vagy takargatni, és azt mondani, hogy a gyerekek érdekeit nézik. Itt viszont abszolút nem. Gondolj bele, hogy inkább hagyják azt, hogy mondjuk egy négy éves, sérült roma kisfiú az életét az intézetben töltse, csak meleg vagy egyedülálló ne fogadja örökbe. Ne leginkább meleg ne fogadja örökbe. Mert hogy a házaspárok, ők általában nullától három éves korig, de inkább nullától egy éves korig fehérbőrű és egészséges gyerekeket szeretnének örökbe fogadni. Ilyenre esélyünk nincs. Tehát ilyenre soha nem is volt esélyünk, mi ezt, mi ezt nem, is, nem is vettük számításba. Mi pontosan tudtuk, hogy valószínűleg valamilyen fogyatékkal rendelkező, vagy beteg, ö, ö, és, és kisebbségi gyereket fogunk tudni örökbe fogadni. De most már őt sem, mert ehhez Novák Katalinnak az engedélye kell az kell, hogy ő éppen aznap milyen lábbal kelt fel, az kell, hogy le legyen monitorozva, hogy én meleg vagyok, vagy sem, hogy megvédjék a családokat, hogy megvédjék a gyerekeket. Így védik meg a gyerekeket, hogy hagyják őket az intézetbe felnőni. Én intézetben nevelkedtem fel, hát ez minden csak nem védelem. Ezt elmondom nektek. Úgyhogy, úgyhogy elképesztő. Illetve van egy másik sztori, ami még megdöbbentőbb, és nem nagyon tudom hova tenni, hogy a legutóbbi videó után négy felajánlás érkezett. Olyan felajánlások, amiről később kiderültek, hogy 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 a a, a legmocskosabb ö, ö, fajtája az embereknek akik akik írtak nem egyébként ebből kettő nem mert hogy gyerekeket ajánlottak fel nekem az Instagramon és és az egyik az egy 18 éves ö, függő anyukának a testvére írt nekem ö, hogy, hogy hát becsúszott egy baba, de nem szeretnék elvetetni, és hogy arra gondoltak, hogy mi lenne, ha. És akkor én beszélgettem velük, beszélgettem velük, nem, nem jutottunk tulajdonképpen sem erre, csak kíváncsi voltam el az egész történetre, amit kiderült, hogy a lány 17 éves gyámügy, sokkal bonyolultabb ez. Tehát az irányított örökbefogadás, mint, mint olyan egyébként létezik. Tehát, hogyha valaki nem tudja a gyerekét ellátni, felnevelni, nem akarja egy inkubátorba, esetleg egy szemetes kukába hagyni, vagy elvetetni, akkor irányítottan Egyébként örökbe adhatsz gyereket, hogyha te azt mondod, hogy én azt szeretném, hogy Béla és Pista, vagy Kati és Feri legyen az én gyerekemnek a szüleim, mert látom, hogy milyen jó anyagi létben vannak, biztos jó felnevelnék őt, legyenek én lemondok róla az ő javukra. És, és aztán feltehetőleg egyébként ilyen kamu profilok, vagy még abba is bele tudok gondolni, hogy egyébként valamilyen kormánypárti ilyen hírlap, mert mostanában azért eléggé húzogatják a bajszomat, és próbálnak mindenhol lejáratni, meg, meg azt terjesztik rólam, hogy Gyurcsány Ferenc megbízására készítek videókat, ami egyébként nagyon érdekes, de majd erről fogok csinálni szerintem egy, egy teljesen különálló anyagot. E ők rám írtak, és, és elkezdték mondani, és tudja, minden ilyen nagyon mesebelinek tűnt, és akkor utána jött. De, de szinte egyébként hasonló, tehát szinte ugyanaz a beszélgetés. Eljutottunk arra a pontra, hogy mennyit fizetnék ezért a gyerekért. Tehát konkrétan emberkereskedelembe próbálnának engem -e belehúzni és hogy gyereket próbáltak nekem eladni, gondolom, hogy ebből majd legyen valami, és, és önmagában így ezt egy ismeretlenül valaki rámír, és gyereket akar nekem adni, tehát én már ezt önmagában nem értettem, és nyilván ez a beszélgetés is kb. odáig jutott el, hogy, hogy, figyúj, mi, mi ezt, ezt nem értem, és akkor tudod, jöttek ezek, hogy hát nyilván ennek lenne anyagi vonzata társai, és akkor már értettem, hogy miről van szó. Nagyon-nagyon mocskos dolog ilyennel viccelődni. Tehát itt, van, itt, vagyunk mi ketten Patrikkal, két ember, aki nagyon szeretne szülővé válni, ö, és, és, ilyen dolgokkal viccelődni, meg ilyen dolgokkal, hogy mondjam, ö, minket, minket, abuzálni, ez nagyon ízléstelen. Ez, ez rohadtul ízléstelen. Ez... ez ö, erre tényleg nem, 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 találok, nem találok jobb szót, és, ö, és tudjátok, hogy egyébként olyan fura az előző videómban annyira, annyira ez a lemondás volt benne, meg annyira ez a reménytelenség, most pedig inkább ez a dű, inkább az, hogy, az, hogy harcolni fogok, mert egyszerűen én ezt, én ezt, nem hiszem el, hogy, hogy, ez, hogy ez így megtörténhet. Kérdem én, hogy, hogy tényleg a felhatalmazási törvényt rögtön arra használjuk, hogy egy alaptörvényt módosítsuk, kettő pedig ugye Legutóbb a transzszexuálisoknak a névváltoztatási jogát vették el, most pedig a melegeknek a, a, az egyetlen lehetőségét, hogy, hogy gyerekeket mentsenek meg állami gondozásból. Ö Tényleg biztos, hogy ez a prioritás, hogy ez a legfontosabb, amikor 6000 ember fertőződik meg egy nap, és százak halnak meg, és leáll a gazdaság, és leáll az ország? Tényleg az a legfontosabb, hogy a buziknak ne legyen gyereke? Tényleg, tényleg, tényleg ez volt a leges legfontosabb lépés, hogy hogy, hogy törvénybe rakjuk azt, hogy a, az anya az nő, az apa pedig férfi. Ez, mikor volt kérdés, hogy ki számára volt ez kérdés? Tényleg bárki azt gondolja, hogy ha nekünk lesz gyerekünk, akkor azt fogjuk neki mondani, hogy engem hívjál anyának, vagy apának, vagy a patrikot, hívjál. hát nyilván mindenképpen az apjai leszünk. Nyilván kell, kell neki egy, egy anyakép. Ott vannak a nagyszülők, ott vannak a, 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 a déd, dédszülők, ott vannak a, a barátnőink, a testvéreink. Tehát nyilván, tehát hogy mi, mi ezekkel nyilván tisztában vagyunk, de ettől függetlenül egy egyedülálló szülőnél, vagy egy meleg párnál sokkal-sokkal jobb helye van egy gyereknek, mint állami gondozásban, is, higgyétek el, első kézből tudom ezt. Úgyhogy nagyon elkeserítő, de ugyanakkor meg dühítő is, és nem fogjuk annyiba hagyni ezt az egészet, és Léci, segítsetek nekünk, hogy eljussunk minél több emberhez. Akár hozd meg ezt a videót, vagy, vagy csak utalj egy pár forintot arra a számlára, hogy, hogy, hogy tudja fedezni a háttértársaság a, 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 a kampánynak a költségeit, így is rengetegen segítettetek már egyébként, de azt gondolom, hogy ebből soha nem elég, úgyhogy, úgyhogy szeretnélek volna titeket tájékoztatni arról, hogy hogy egyre-egyre jobban szorul a hurók a nyakunk körül, és egyre jobban érezzük azt, hogy, hogy én nem vagyok paranoiás, félretés ne sőt én nem is gondolom magamat annak a rikácsoló buzinak, aki úristen lebuzizott, soha nem, tényleg engem ez, ez soha nem szokott érdekelni, és az utolsó pillanatig kivártam azt gondolom azzal kapcsolatban, hogy kimondjam, de, de hogy ez egy, ez, egy, ez egy, ilyen nagyon durván tervezett, ha támadásnak nem is hívnám, de, de egy ilyen abuzálás, vegzálás és, és ellenség képé alakítás a, a, kormány részéről. Amit nem értek, mert a kormány egyébként nem számol azzal, hogy bizony a szavazóik között is vannak olyan melegek, akik szeretnének örökbefogadni, fogadni, és egy adott ponton, tehát ezt már láttuk a Jobbiknál, látjuk a Mi Hazánknál, nem kifizetődő a gyűlölet. És tudom, hogy a piszkos munkát a Mi Hazánk végzi el a Fidesznek, ettől függetlenül viszont össze fognak érni a szálak. És, és az emberek nem fognak beállni a gyűlölet mellé. Ott a kezükben az internet. Budapesten nem csak az M1-et nézik. Higgyék el, hogy ez a visszájára fog elsülni. Ez a lehető legrosszabb politika most, amit csinálnak, hogy embereket fordítanak emberek ellen ebben a helyzetben. Ebben a helyzetben, amikor egyébként is a pattanásig feszültek az idegek. Kérlek titeket, ne dőjetek be ennek. Kérlek titeket, hogy ne fai, nemi, szexuális, vallási, orientáció alapján ítéljetek meg embereket annyi között tegyetek különbséget, hogy jó és rossz ember, semmi másra nincsen szükség. Kérlek titeket, hogy, hogy próbáljátok meg ezt, nem tudom, a helyén kezelni, és ne dőljetek bennek, és emeljétek fel a szavatokat, és mutassátok meg, hogy a család az igenis család, akkor is, hogyha egyedülálló anyuka van, akkor is, ha egyedülálló apuka van, akkor is, ha nagyszülők nevelnek, ha testvérek nevelnek, ha dédszülők nevelnek, ha unokatestvérek nevelnek, a család az akkor is család. Bocs, nem volt ez annyira vidám ez a videó, de nem is annyira vidám ez a sztori, és higgyétek el, hogy, hogy, hogy most viszont fölveszünk a kesztyűt, és, és küzdeni fogunk. Uh, ennyi. Ennyi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk a héten egy újabb webkanapérésszel. Legyetek jó sziasztok!